képviselőjét a sajtónak. Lakótelepek országszerte vannak, kisebb-nagyobb városokban. Az adatok szerint mintegy 800 ezer lakás telepszerűen lakótelepen épült. Ez az országos lakásállomány 20%-a és több a népesi 25%-a él ezekben a lakásokban, nyilván a városokban értelemszerűen több is. Ez év januárjában a Demokratikus Koalíció az Avason tett látogatást, és nagyon sok vita, és nagyon sok kétel kísérte ezt a látogatást. Azonban szeretném jelezni, és talán az elkészült országgyűlési határozati javaslat is bizonyítja, hogy a valódi kérdések és a valódi problémák és azokkal való újszerű szembesülés vezérelt bennünket, amikor megszerveztük az avasi látogatást. Arról szól, hogy a hagyományostól eltérő módon észleljük, és dolgozzuk fel azokat a problémákat, amik egy nagyváros, nagy lakótelepén élőket az minden nap érintenek. És reméljük, hogy előrevívő megoldásokat is tudtunk ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Hogyan is látjuk mi a Demokratikus Koalíció képviselői a lakótelepen élő gondjait és a lehetséges megoldásokat, miért fontos ez az ügy? Azt már elmondtam, hogy milyen nagy számú ember él lakótelepeken. A lakótelepekkel kapcsolatban a panelprogram az mint egy 10 éves, sőt több mint 10 éves múltra tekinthet vissza. Azonban a lakótelepi gondok alapvetően nagyon sokáig, mint a rezsiköltségek elszabadulásának a problématikája jelent meg. És nekünk az a véleményünk, hogy a rezsiköltségek csökkentése nem csak társadalompolitikai, hanem nemzetgazdasági is, amelyet azonban fenntartható módon nem az árak befagyasztásával, hanem a közüzemi szolgáltatások korszerűsítésének a folytatásával és teljes körűvé tételével lehet megoldani. A második megállapításunk az, hogy a lakótelepen élő gondjai nem azonosíthatók a mi tapasztalataink szerint a rezsiköltségek nagyságával. A műszaki megoldások ugyanis ezeken a lakótelepeken kényszerű üzemeltetési közösségeket hoztak létre, és arra, hogy tulajdonszerzéssel ezekbe a közösségekbe kilépve a lakóközösségnek semmiféle ráhatása nincs, viszont bármelyik tagjának fizetőképességi romlása vagy fizetőképességének megrendülése az egész közösségre hatással van, szélsőséges esetben nem csak pénzügyi hatással, hanem például a vízkorlátozáson keresztül a fogyasztás korlátozásával is. Ezért nem elegendő a rezsiköltségekkel foglalkozni, hanem foglalkozni kell ennek a kényszerű üzemeltetési közösségnek a szabályozásával is, hogy itt nagyobb biztonságban élhessenek a közösség tagjai, hogy gond esetén gyorsabban és eredményesebben tudjon a közösség cselekedni és megoldani a problémákat. A meggyőződésünk, hogy ez egyúttal azt is jelenteni, hogy a panelfelújításba vagy a lakótelep rekonstrukcióba nem szükséges annyi közösségi pénzt, állami vagy önkormányzati támogatást beletenni, hiszen számos olyan példa van, ahol a jól működő, kiegyensúlyozott lakóközösségek mindenféle közösségi állami támogatás nélkül meg tudták oldani az épületek felújítását, energiaracionalizálását, mert a jól működő közösség az egy biztonsági faktor, és belépett a gazdasági élet, beléptek az építőanyaggyártó, belépett a pénzügyi finanszírozó, mert megfelelő garanciákat látott arra, hogy a befektetett pénzét vissza fogja kapni. Tehát a kényszerű üzemeltetési közösségek újraszabályozása egyúttal újabb és pótlagos állami források nélkül is meggyorsíthatja és kiszélesítheti a lakótelepek felújítási programját. A harmadik megállapításunk, hogy a lakótelepek műszaki és társadalmi rehabilitációja egy racionális társadalmi befektetés. Egyfelől a lakótelepek általában értékes belső városi területeket foglalnak el. Jó közlekedési kapcsolatokkal, kiépült infraszolgáltatásra és intézményrendszerrel rendelkeznek. Másfelől az újépítési lakóparkokkal szembeni olcsóbb lakásárak
első lakás megszerzését, illetve az alacsony keresetű több gyermekes családok számára az önálló otthon megszerzését itt teszik lehetővé. Társadalmilag mi úgy fogalmazunk, hogy az alulról nyitott középosztályba történő felemelkedésnek egy kézenfekvő térbeli kerete a lakótelep, családok százezreinek mással, például lakóparti otthonnal vagy családi házzal nem helyettesíthető lehetőség. A negyedik megállapításunk, hogy a lakótelep az nem csak építészeti, hanem közösségi tér is. Ugye a lakóparkok előnye a több szolgáltatás, a jobb minőségű lakás és a nagyobb biztonság. A lakótelepek társadalmi rehabilitációja tehát igényel olyan intézkedéseket, amelyek ezt az érzetet kelthetik a lakótelepen élőkben. Tehát a lakótelepen működő intézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, szociális szolgáltatóknak és civil szervezeteknek a családok közösségi beilleszkedését, segítő tevékenységét kellene fejleszteni, amely az ottani társadalmi konfliktusok kezelésében nagy jelentőségű lehet. Örültem annak, hogy ma Balogh Zoltán miniszterjelölt úr meghallgatásán éppen egy fideszes vagy kereszténydemokrata képviselő felvetésében jelent meg ez a problematika, mint az ifjúságpolitikának a lakótelepi vetülete. Mindezek alapján az országgyűlési határozatban mi négy fő intézkedést javasoltunk, és azt, hogy a kormány a kidolgozott intézkedések kipróbálására indítson mintaprojekteket, mégpedig az Avason, 3 éven keresztül 1,1 milliárd forintos költségvetési keretet javaslunk, és az intézkedések legfontosabb jellemzői a következők. Ezt most már viszonylag röviden próbálom vázolni önöknek. Tehát elsőként a kényszer üzemeltetés a közösségek jogi szabályozásának átalakítása, a közös üzemeltetés kockázatainak a csökkentése. Ebben rendkívül fontos a tulajdonszerzés körüli információknak a teljesebbététele, tehát hogy az új tulajdonos kapjon képet arról, hogy a közösség milyen anyagi helyzetben van, illetve mindenképpen legyen az adásvételi szerződésnek az is része, hogy az előző tulajdonos tartozik-e és mennyivel és hogyan, milyen tételekben a közösségnek. A második intézkedéscsoport, amely a lakó közösségek követeléseinek az érvényesítését tenné könnyebbé, gyorsabbá és biztonságosabb eredményűvé. A harmadik, amikor a szolgáltatás korlátozása helyett azt javasoljuk, hogy folyjanak továbbra is intenzív kísérletek és kutatások annak érdekében, hogy ne csak a vízszolgáltatás esetén lehessen, vagy az elektromos áramszolgáltatás esetén korlátozást csinálni, hanem 60 napos fizetési késedelem után ne a közösség egészét érintő korlátozások, hanem a családot, az érintett családot segítő, előrefizetős mérőórák felszerelése legyen a megoldás. Rendkívül fontosnak tartanánk az ANTS jogosítványainak a megerősítését, hiszen egyre többször találkozunk olyan problémákkal, amikor a lakó életvitele, és ez még nem is azt jelenti, hogy deviáns az életvitele, egyszerűen megöregedett, demensé vált, felhalmoz egy csomó dolgot, amitől nem akar megszabadulni, ez gyúlékony vagy egészségre káros, nagyon sok ilyen problémát látunk, és ma az ANTS ezekben az ügyekben nem tud fellépni. Mindenképpen fontos lenne, hogy a lakóközösség felé fennálló felhalmozódott tartozások rendezésében új megoldások legyenek, mondjuk bizonyos szintjénél a felhalmozódott adósságnak, ami már a közösség üzemeltetését veszélyezteti, legyen lehetőség a tulajdonváltás kezdeményezésére és a finanszírozására. Ennek érdekében egy országos garancia szövetséget látnánk jó megoldásnak. A második témakör a lakótelep fejlesztésének és rehabilitációjának támogatása, ez két fő területen indokol beavatkozásokat, az egyik a közösségeknek a megerősítése. Nagyon sok olyan példa van, hogy ahol a közösség viszonylag kiegyensúlyozott, vannak vezető alapjai, akiknek van tekintélye, és megfelelő szervezőerő is van mögötte. Ott a közösség viszonylag gyorsan túljut a vitákon, és elindul a korszerűsítés útján, míg másutt, ahol ez nincs meg,
Tehát ahol a közösség gyenge, ott akármilyen állami vagy önkormányzati támogatás sem tudja kilendíteni a közösséget a holtról és elindítani egy közös cselekvés és akció útján. Ezért azt gondoljuk, hogy egy országos szakmai hálózat kellene, nem bírósági, hanem államigazgatási felügyelet és egy nyilvántartás. Kellene a ma ezen a területen működő szervezetek, akik pénzügyi tanácsot adnak, vagy előkészítik a felújítást, egy országos akkreditált hálózatot, amely biztonságosá teszi a partnerkeresést akkor, amikor a lakóközösség belevág egy ilyen pénzügyi és műszaki tranzakcióba, új szociális szolgáltatásként egy mediációt, közösségi mediációt, ami a közösségen belüli konfliktusok megoldását segíti. És a lakóépületek korszerűsítésének műszaki támogatása, a panelfelújítás az első lépés, ma már több helyen, ahol ilyen erős közösségek vannak, megjelente a tovább lépés lehetőségei, például a megújuló energiák használata melegvíz előállítására, de próbálkoznak földhőszivattyúval és sok minden mással, tehát úgy gondoljuk, hogy mindenképpen szükséges a panel rekonstrukció mára kialakult alap vagy akár komplex változatához képest is lehetővé tenni korszerű új megoldásoknak az alkalmazását. És mindenképpen fontosnak tartanánk, hogy ez a lakótelep rehabilitáció legyen, ne pedig panel felújítás, hiszen számtalan jelzést kaptunk, hogy a téglaépítési lakótelepeken, ahol a termofordkévények felújítására volt pályázat, a melegvíz és fűtés rendszerek, főleg a konvektoros fűtési rendszerek lassan életveszélyessé válnak, tehát rendkívül fontos lenne őket is bevonni ebbe a programba. A harmadik elem pedig a társadalmi felzárkózás és felemelkedés kiemelt támogatása lenne ezeken a lakótelepeken. Lakótelepek társadalmi összetétele a 60-as, 70-es évekhez képest sokkal sokszínű, és ez sokféle együttélési és kulturális konfliktus generál. Ezeknek a megoldásában feltétlenül szükség lenne a lakótelepi intézmények és civil szervezetek támogatására, lakótelepi intézmények lakossági használatának a lehetővé tételére, a családi közös tevékenységek tereinek a bővítésére, hiszen egy lakótelepi lakásról kevesebb lehetőséget nyújt, mint például egy családi ház. És a lakótelepi identitás szolgáló programok módszertanának megalkotására és a programok finanszírozásának a támogatására. És hát végül még egyszer mindenre a modellprogramot az avasom javasolnánk, amely a második vagy harmadik legnagyobb lakótelepe az országnak, és elsősorban a térség általános folyamatai miatt jó néhány problémával küzdik, de nagyon sok kezdeményezés volt, például az önkormányzatnak az előző ciklusban kidolgozott szociális rehabilitációs terve, amelyre most nincs módja és nincs lehetősége, de nagyon fontos lenne, hogy folytatódjanak a pozitív folyamatokat erősítő beavatkozások ezen a lakótelepen. Tehát összességében mi egy komplexebb, az eddigi megközelítéshez képest lényeges új elemeket hozó megközelítést, alkalmazását ajánljuk az országgyűlésnek és azon keresztül a kormánynak ahhoz, hogy tulajdonképpen lényeges pótlógos állami források nélkül folytatódhatjon ez a nagyon fontos társadalmi és műszaki program.